Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A Time Shift-ről lesz szó. A Time Shift egy adatmentő kis programocska, ilyen pillanatképeket készít. Nyilvánvalóan a pillanatképek nem újdonságok számunkra, hiszen a BTRFS fájlrendszernél megállapítottuk, hogy a pillanatkép készítése, azaz adatmentés, az nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon fontos tudni azt, hogy a Time Shift az a BTRFS fájlrendszerrel is együttműködik. A natív BTRFS pillanatkép készítő rendszert használja fel, azaz pontosan ugyanúgy fog funkcionálni, mint hogyha a BTRFS fájlrendszerből a saját programjával készítenél egy pillanatképet, illetve alkalmas a hagyományosabb, talán elterjedtebb X4-es és egyéb partíciókkal lévő adatok mentésére is, azaz mind a kettőt tudjuk használni. Miért fontos ez? Azért, mert gyakorlatilag előfordulhatnak olyan rendszerek, mint például az enyém, hogy van bent X4-es partíció, illetve van benne természetesen már a modernebb, haladóbb BTRFS fájlrendszer. Mind a kettőről szeretnénk menteni, illetve megfelelő mentéseket szeretnénk csinálni, pillanatképeket. Nagyon fontos, hogy ez inkább arra való, hogy egy-egy adott lemezről készítsél pillanatképet, arról mentést, illetve nem igazán arra való, hogy egy-egy olyan adathalmazról, egy-egy könyvtárról készítsél mentéseket, mert arra ez nem alkalmas, azaz valóban egy rendszer visszaállítási gondolatot tehetünk meg. Ez nem teljesen így igaz, illetve lényegében így igaz, de egy kis trükközéssel meg lehet oldani, hogy ez alkalmatos legyen mondjuk a dokumentumjaink mentésére is, hogyha azt külön partícióra helyezzük, és azt mint egy partíció pillanatképet fogjuk lementeni, és természetesen, ahogy itt alul lehet látni, mindezt grafikus felületen fogjuk megoldani. Nézzük is meg, hogyan működik az X4-es, azaz hagyományosabb partíciókon ez a rendszer, illetve természetesen hasonlóképpen fog működni BTRFS fájlrendszer mellett, csak ott éppen a natív BTRFS fájlrendszer lehetőségeit fogja kihasználni. Hitelesítés után ehhez hasonló képernyőt fogsz kapni, logikusan el kell dönteni, hogy neked BTRFS fájlrendszered van, akkor természetesen arra fogsz bökni, hogyha X4-es, ez a hagyományosabb, elterjedtebb, akkor természetesen a felső R-Sync lehetőséget fogod kiválasztani, a sugort mindenképp érdemes legörgetni és elolvasni. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy akár a BTRFS, akár az R-Sync-et használod, növekményes mentést fogsz kapni, azaz itt minden fájl át lesz másolva, amikor az első pillanatkép elkészül. Azaz azért hely kell hozzá. Természetesen a jövőbeli pillanatképek növekményesen készülnek. A változatlan fájlok hivatkozva lesznek a korábbi pillanatképekből, ha rendelkezésre állnak. Azaz itt azért tudni kell az, hogy növekményes lesz. Az első adja az egészet, és a következőkbe, idézőjelbe csak a változás lesz lementve. Gyakorlatilag mind a kettő lehetőségnél ez működik. Ami szerintem értelemszerűen logikus dolog, a BTRFS-t akkor válaszuk, amikor konkrétan tudjuk. Azaz konkrétan tudjuk, hogy BTRFS fájlrendszerünk van, egyébként káosz lesz a gépünkön. Oké, mindent elolvastunk, örülünk neki, hogy magyarul van, és a következőre fogunk bökni. Kis türelmet kér, leszkenneli a gépedet, megnézi, milyen merev lemezek, egyéb adattárok vannak. Ez attól függ, egy lemez, kis lemez, gyors, több lemez, össze-vissza fölcsatolt, akármik, akkor természetesen egy kicsit lassabb lesz a szkennelése, a rendszernek a megnézése, és kapsz egy szép listát. Nagyon kényelmesen és hatékonyan fogsz tudni ebben keresgélni, mivel kírja magát a lemeznek az adott nevét, azt a hosszú karaktersort, illetve természetesen ki fogja írni nekünk azt, hogy mi a partíciónak a neve, tehát SD akármi szám. Oké, mit szeretnénk mi menteni? Hát nyilvánvalóan mindenki a saját gépét ismeri, én azt tudom, hogy X4-es, az NVN1-es akármin lemezen van, amit menteni szereti, ő a root partícióm, a másik egy másik rendszer, ami lehet látni, elmondom,
Ő egy Fedora rendszer, illetve Nobara rendszer, azzal játszadozok, azt kísérletezem, azt nézegetem, ott természetesen BTRFS file rendszerünk van, pillanatok múlva arra átmegyek és bemutatom, illetve elismétlem ugyanazt, amit itt megbeszéltünk, hogy a BTRFS file rendszer mentése is ugyanolyan kényelmes, azaz kiválasztod. Azaz kiválasztod, hogy mit szeretnél menteni, ezeket elolvasod, hogy mi van odaírva, és utána értelmezed. Itt nagyon fontos, hogy fájmentés, adatmentés, akár rendszermentés az olyan legyen, hogy jó legyen. Azaz egy picit utána kell olvasni, hogyha még járatlan vagy, picit oda kell figyelni a sugó egyéb dolgokra, hogyha még járatlan vagy, automatikusan idebökök, aztán jó lesz, felkiáltású dolgokat nem követünk el. Miért nem követünk el? Azért, mert hogyha van egy csomó mentésünk, és azt nem tudjuk visszaállítani, akkor nem fogjuk tudni visszaállítani a rendszerünket. Oké, újra lehet telepíteni, de a második ilyen baki után már nem fogunk mentéseket csinálni, mert úgyse tudjuk használni, mert akkor meg minek? Fölkiáltással, és utána állandóan az újratelepítés, egyéb ilyen végtelen ciklusba fogunk belemenni, a legkisebb hiba, ami esetleg egy visszaállítás után, egy adatvisszaállítás után már szépen működne, félperces adatvisszaállítás után szépen működne, az bizony neked nem megy, hanem újra telepítesz, újra kell mindent beállítani. Itt azért csináljuk ezeket a macerás dolgokat, és ezért van szó például a BTRFS file rendszerről, meg adatmentésről többször, mert én azt gondolom, hogy egy adatvisszaállítás sokkal gyorsabb, mint egy esetleges bénázás, újratelepítés, akkor mégse úgy lesz, mégis rátelepítek valamire, ami fontos lenne, eltűnnek az adatok, ez nem Linuxos szemlélet, és ezzel ellen küzdeni kell. Oké, következő, hát azt hiszem nem kell bemutatni, egy ismerős képet kapunk, mit? Megmondjuk, hogy naponta, óránként, rendszerindításkor, hetente, havonta szeretnénk mennyi darab mentést csinálni, illetve mennyi legyen megtartva, ez a pontosan mennyi legyen megtartva. Hát látható, hogy naponta készít nekem mentéseket a rendszeremről 5 napos ciklussal, azaz ment. Ötödik, megvan az első 5, ment, hatodik mentésnél az elsőt idézőjelbe törli, tehát nem lesz egy végtelen darab számú mentésed, hanem 5 darab lesz naponta elkészítve. Hogy naponta mikor, azt nem tudod meghatározni. Ennek örömére én úgy gondolom, hogy ha nekem működik a gépem, és aktívan dolgozok vele, mert nyilvánvalóan semmi változás nincs, akkor nem történik itt semmi érdekes. Tehát, hogyha én aktívan dolgozok vele, akkor óránként legyen szíves egy mentést megcsinálni, és tartson meg abból 10 darabot. Igazából ez elegendő arra, hogy én dolgozok, és a 10 órával ezelőtti mentésig, állapotig vissza tudok lépni. Rendszerindításkor, ha szeretnél mentést csinálni, az egy picit a rendszerindítást lelassítja. Gyakorlatilag neked kell eldönteni, hogy erre van szükséged, vagy nincs. Nem küld cron levelet az ütemezett feladatoknál a cron rendszer, tehát az időzítő rendszer. Be tudod-e úgy állítani, hogy levelet küldjön, hogyha olyan a beállított rendszered, és te észleled, hogy mit csinált, hogyan csinált, mi volt a hiba. Nekem ilyesmi nem kell. Elolvassuk ezeket a gondolatokat, amiket ideér, és következő ütemezett pillanatképek engedélyezve vannak, nekem már egy élő rendszer, tehát ezt a rendszert én használni szoktam munkára is, annak ellenére, hogy tesztrendszer, de gyakorlatilag már be van állítva a rendszerem, átállítottam. A következő, hogy a saját mappák használata. Mi az, hogy rendszerment és a rendszert szeretnéd lementeni? Tehát a Linux rendszeredet, és nem a te saját mappádat. Gyakorlatilag na most lehet itt vitatkozni, hogy igen, ilyen köl, ilyen nem köl. Hát bizony én úgy gondolom, hogy az én rendszermappám mentésre kerüljön. Itt azért arra figyeljünk, hogy a rendszermappát lementeni, az fontos dolog. A rendszert állítod vissza vele, de a home könyvtárodat nem.
az adataidat, a felhasználói adataidat, ne? Azaz, ezt én úgy meg szoktam mondani neki, hogy igen, 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 minden fáj felvétele a home könyvtáramból, a Laci home könyvtárából legyen szíves megtörténni, és akkor az én, hát hogy is mondjam, beállításaimat, kavarásaimat, variálásaimat, adataimat legyen szíves már mindet, mindet visszaállítani, tehát azokat a doksikat is, amire nekem szükségem van. Ezt te tudod, hogy használod-e, avagy nem. Azt, hogy te mit mentesz és hogyan mentesz, az a te dolgod. A következő lépés leírja, hogy mi az, amit fog csinálni, és befejezés. Ide ugrunk. Ez a beállító panelunk, én az előzőekben kitöröltem az összes pillanatképet, automatikusan készült pillanatkép, erről a rendszerről jelenleg nincs, nagy helyet foglaltak el, mert voltak ilyen olyan beállításaim, ami igazából nem volt átgondolt, azért mondom, hogy ez egy tesztrendszer, itt azért bármit lehet csinálni, és egy létrehozásra kattintok, azaz készít egy pillanatképet jelen pillanatban. Én azt mondom, hogy jelen pillanatban mindenképp érdemes elkészíteni egy pillanatképet, hogy nagyjából le tud mérni, hogy mit csinál, hogy csinálja, miért csinálja, és igazából indításkor, tehát elindítod a rendszeredet, beállítod, nincs pillanatképet. Ha úgy állítod be, ami az alapbeállítás, hogy naponta készítsen, nem biztos, hogy most készít, lehet, hogy majd, amikor a munkádat befejezed, akkor majd készít neked egy pillanatképet. Én a telepítés után egy manuális pillanatképet elvárok a rendszertől, hogy vissza tudjam állítani, jó esetben, az alap telepített rendszerre. Nyilvánvalóan mindenki saját maga tudja azt, hogy ő ezt szeretné így csinálni, avagy nem szeretné így csinálni. Ráadásul, valljuk be, egy kicsit unalmas, várni kell arra, hogy ez elkészüljön. De nyilván, és ezt hozzáteszem, az idő, ami lefut, és eltellik, és itt unalmasan várunk, az akkor is igaz, amikor te pillanatkép beállítást megmondod neki, hogy naponta egyet csináljon, azaz az első elkészítése ugyanennyi időbe fog neked kerülni, és azt ő elkészíti neked hosszabb, rövidebb időbe. A következő elkészítése már rövidebb lesz, hiszen az növekményes, és a rendszered, illetve az adataid, amikkel te dolgozol, nem fog az összes-összes megváltozni, nem kell az egészet újra rámásolni. Egyetlen egy dologra szeretnék visszatérni, hogyha a home könyvtár összes fájlot szeretnéd te lementeni, azért jó lenne, hogyha átgondolnád, hogy mit csinálsz, hiszen jelen pillanatban előfordulhat, mint például nekem, hogy a home könyvtár alá be van csatolva több partíció. Itt figyeljünk, X4-esről beszélünk, X4-es rendszernél le fogja menteni, ha home könyvtárat mented, és be vannak alá csatolva rengeteg lemezek, mind ahogy nekem, akkor azokat le fogja menteni. És hogyha ez a lemez mondjuk 3 darab, 2 terrás telerakott lemez, akkor azokat is le fogja menteni, az pedig nem kicsi hely. Tehát azért az, hogy elindítom, bökögetek, 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 és utána minden jó lesz, az nem fog működni a Linux alatt, itt valóban át kell gondolni azokat a hozományokat, azokat a későbbi dolgokat, amire A. szükségünk van, B. nincs szükségünk. Tehát azért vélhetően az összes videódat, filmjeidet, hanganyagodat nem feltétlenül egy rendszermentésbe kellene éppen belerakni, azaz erre nagyon figyelj. Elkészült a Manjaro Linuxomról a mentés, létrehozás megbeszéltük, visszaállítás, azt hiszem, ha van sok, kijelölöd, és a visszaállítással bökve visszaállítod, majd utána egy újabb rendszerindítás következik, hogy biztos, ami biztos, működik-e. Ha egy pillanatképet törölni szeretnél, ráböksz, törlésre bököd, és kész. A tallózás, hadd ne mondjam meg, hogy a tallózás az, hogy betallózod a rendszeredet, illetve, bocsánat, nem a rendszeredet, a pillanatképedet, ami egyébként jelen pillanatban rendszered, és hogyha 1, 2, 3, 4 fájt meg akarsz nézni, esetleg valamit keresel benne, azt meg fogod tudni tenni. Azaz nagyon-nagyon oda kell figyelni, ezt be is fogom csukni, mert erre nekem most nincs szükségem. Beállítások, a beállításokat meg tudod adni típus, hely,
Ütemezés, felhasználók, tehát a Laci, a jelen pillanatban Laci beállítás van. Szűrők. A szűrőkkel meg tudod adni, hogy mi kerüljön bele. Gyakorlatilag hozzá tudsz adni, illetve el tudsz venni. Jelenleg 2 darab mappát szeretnék menteni, az egész rendszeremet, illetve a Laci felhasználói dolgainkat, de nyilvánvalóan fájlok hozzáadása, betallózod azt a fájlt, amire neked szükséged van, mappák hozzáadása, amit te szeretnél, be tudod tallózni. Gyakorlatilag ez nagyon-nagyon kényelmes és nagyon-nagyon fontos dolog. El tudsz távolítani a mentési folyamatból valamit, gyakorlatilag áteszed ide a pöttyöt, vagy az eltávolítás gombra fogsz te nyomni. Az összegzésnél felsorolja az összes könyvtárat, amit te beletettél, amit ő menteni fog. Az egyébnél az egyéb dolgok vannak, dátumformátumot tudod beállítani. Nem igazán izgalmatos, hogy milyen dátumformátum legyen. Én hagytam alapértelmezetnek, azaz elkészítettünk egy pillanatképet egy X4-es rendszerről, aminél a rendszer, tehát a root partíció, vagy hogy is mondjam, az alaprendszer, illetve a felhasználói dolgaim mentésre kerülnek. Ez azért fontos, hogy így ketté vegyük, mert valóban te adod meg, hogy mit mentsen, hogy neked szükséged van arra, hogy az összes adatodat, saját adatodat, a home könyvtáradat lementse, nyilván át kell gondolni, hogy az alá mit rakosgattál be, hogy annak az egész mentésére szükséged van-e, avagy nincs. Azaz, át kell gondolni a mentéseket. Ez az X4-es rendszerről szólt, nyilván a BTRF-es rendszer hasonlóképpen fog működni, de én szeretném azt is bemutatni, miért? Mert fontos. Nagyon fontos az, hogy ezeket rendesen, átgondoltan és pontosan beállítsd, és a timeshift fel van készítve a hagyományosabb, illetve az újabb, a BTRF-es fájrendszer mentésére is, azon lévő rendszermentése is. Nyilvánvalóan mind a kettőt érdemes ismerni. Nézzük is meg, hogyan működik mondjuk egy Fedorán, azaz BTRF-es fájrendszeren a timeshift. Bekéri rögvest a jelszavunkat, megadjuk a szupertitkos jelszavunkat, akárhány karaktereset, és látjátok, hogy ez már egy használatban lévő rendszer, azaz be van állítva mindenfajta mentések, pillanatképek. Hogyan működik az egész? Ugyanúgy működik, ugyanúgy néz ki, mint az előbb láttátok. Gyakorlatilag a tündérrel kapjuk meg azt a lehetőséget, ami az első indításkor van, azaz a varázslóval elindítunk, kiválasztjuk a BTRF-eset, nyilvánvalóan logikusan itt is tudnál AirSync-et használni. Miért? Az AirSync egy másoló, egyszerű kis programocska, A helyről B helyre másol, és figyeli a növekményes dolgokat, szóval nem egy olyan extra dolog, ami kifejezetten egy olyan szuper, és csak erre való. Egyébként érdemes az AirSync-et is megismerni, úgy önmagába is, de az egy másik téma lenne. Szóval itt is lehetne használni, de mivel BTRF-es fájrendszert használunk, hát akkor bejelöltem itt is a BTRF-eset, sugó. Itt is igaz, hogy a sugót elolvassuk. Ugyanaz, mehetünk tovább, következőnél kiválasztjuk azt a lemezt, azt a partíciót, azt a részt, azt a kötetet, akárhogy hívhatjuk, amit mi menteni szeretnénk. Ugye nem nagy meglepetés az, hogy a BTRF-es fájrendszerű részt fogom kiválasztani, azon van nekem természetesen a Fedorám, illetve pontosítok, a Fedorának egy verziója a Nobara, de hát ez egy másik mese lenne, ne foglalkozzunk ezzel. Aztán következő, ugyanaz, dettó ugyanaz, látható, hogy a beállítási felület ugyanaz, mint előbb, és ugyanaz a home alkötet felvétele a mentésben. Itt nem home partíció van, itt nem home alkönyvtár van, itt nem olyasmi van, mint az X4-esen, hanem egy külön alkötet. Felvegyük, ne vegyük fel, az előzőekben elmondott, nem fogom elismételni, dolgokat értelemszerűen figyelembe vesszük, ha az a home könyvtárat a mentésbe be akarod tenni, na náhogy be akarom tenni, akkor bepipálod, akkor természetesen nem. Beállítás befejeződött és befejezés, kalapkabát, ennyi.
ugyanúgy létre tudsz hozni, visszaállítani, törölni, tallozni. A beállítások fül ismerős, a fájrendszernek, illetve a mentési metódusnak így pontosabb a beállítása, a hely, az ütemezés, felhasználók, egyéb. Az egyéb ugyanaz, mint amit az előbb mi beállítottunk. Felhasználók, igen, ütemezés, igen, hely, igen, típus, igen, egyéb, igen. Itt észre lehet venni, nyilvánvalóan nincs olyan, hogy kizárok valamit, hiszen mi alkötetekkel dolgozunk. Hát ennyi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ez igazából egy bemutatás volt. Semmi extrémet nem tudtam mutatni, semmi olyan tippet, trükköt nem tudtam mutatni, ami túlmutat azon, hogy fogom A, B, C, D, E, F lépéseket megteszem, amin kézenfogva magyarul végigvezet a timeshift, hanem inkább arra akartam kitérni, hogy van egy ilyen program, használjátok, vissza tudjátok állítani a rendszereteket jó eséllyel, 95%-kal, ezt valahol olvastam, én elfogadtam ezt az értéket, és örülhetsz neki, hogyha véletlenül egy rossz frissítés, egy mellényulás, egy akármi, ami bekövetkezhet, amiatt neked eltűnik a rendszered, nem indul, nem úgy indul, más csinál, mint amit te gondolsz, vissza tudsz lépni egy régebbi, előző, működőképes rendszere. Hát még egyszer köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok, sziasztok!